No, ja už mám taký trošku pocit, že sme takí ako keby začarovaní, lebo Olyan vždy érzésem van, tajomkodnak mintha kicsit tudtok ellennénk egymásra, átkozva, amikor két lépést leszünk előre, akkor valami miatt hármat hátra. Az épületet már rendbe raktuk, társadalmi, kulturális élet folyik itt. Sikerült az összes helyiségünket bérbeadni, mert sajnos az a helyzet, hogy a kulturális intézmények, ha működni szeretnének, rá vannak erre utalva. Ez az egyetlen útja az életben maradásnak. Ale bohužiaľ je to jediná cesta, ako udržať takýto stánok. Sálu sme kúrili trošku viac. A nadtermet jobban fűtöttük, mint azelőtt, mert rendszeresen sor került iskolai akciókra, de felnőttek is jöttek, valamint különböző szakkörök. Ők is így gyakorolnak, ez az oka, hogy rá kell fizetnünk a gázra, amihez még hozzájönnek a nem fizetők, akiket sajnos nem tudunk elkerülni, annak ellenére sem, hogy folyamatban vannak a bírósági ügyek. Azt reméljük, hogy egyszer megkapjuk majd azt a pénzt, de a szlovákiai igazságszolgáltatás olyan, hogy még évekig is elhúzódhat a dolog. A gázfogyasztásról érkezett számla sajnos egyértelmű, a több kultúra előadás és a 20 szakkör szlovák-magyar egyaránt 14 ezer eurónál is magasabb számlát eredményezett. Néhány hónapon belül egyszerűen eljön az a pillanat, hogy nem tudjuk fedezni a havi kiadásainkat, mert jelenleg nem csak az előért előleget fizetjük, hanem a ráfizetést is. A bérletből származó bevételünk alacsony, úgy, hogy ha nem találunk ki valamit, csőd fenyeget bennünket. A bérbeadott helyiségek valószínűleg továbbra is működnek, majd azonban, amit a legjobban sajnálok, be kell majd zárnunk két tantermünket és a színháztermet. A bevételek nagy része a bérbeadásból származik, a Matica központja az állami költségvetésből a komáromi háznak havonta csupán 600 eurót tud juttatni. Csak a tantermek villanyszámlája 650 euró havonta, a fűtés majdnem 3000 euró. Abból gazdálkodunk, amit mi magunk kitermelünk, vagy a színházterem és az egyéb helyiségek bérbeadásából. Ami pedig a szakköröket illeti, sajnos a kultúra ma már olyan helyzetben van, hogy semmilyen támogatást nem kapnak az iskolától, mert nekik sincs. A város, a kerület és a kulturális minisztérium amennyivel tud hozzájárul. De ha az olyan nagy projektekre, mint egy musical, 500 eurót adnak, miközben az 30 ezerbe kerül, ez tényleg csak aprócska összeg. A szakkörök szponzoroknak köszönhetően léteznek. A Diák Színpad, a Néptánc Együttes, a Fúvó Zenekar és a nyugdíjasok, akik jogázni járnak ide, vagy a hastáncosok, minden 1 eurós bérleti díjat fizetnek. A rock együttesekkel, a hip-hoposokkal olyan egyességünk van, hogy 30 eurót fizetnek szimbolikusan, azért, mert sok áramot fogyasztanak, és ezt már nem tudom kitermelni. Vállalkozók esetében egy áthidaló hitel segítene, de a Matica székháza nem ide tartozik, ezért nagyon nehéz ilyen hitelhez jutni. A megoldás talán egy jótékonysági koncert lenne, ahol megpróbálnánk a hiányzó összeg legalább egy részét összeszedni. De hogy tudunk-e, mint kultúrközpont, tovább működni, az csak júliusban derül ki, mert az augusztus az utolsó lehetséges időpont, ha be akarom tartani a törvényt, vagyis akkor dől el, hogy csődöt jelentek-e, vagy sem. A Matica székháza 4000 négyzetméter, az összes helység, ami iránt érdeklődés volt, át lett építve és bérbe lett adva, hogy a rezsére befolyjon a pénz. A színházterem azonban háromnegyed részt foglal el, amit nem lehet hatékonyan kifűteni. Az összes folyosón leblombálták a radiátorokat, hogy még véletlenül se fűtsünk, de a nadtermet már az akció előtt 3 nappal fűteni kell, hogy meleg legyen. Amikor építették a termet, nem gondolkodtak el azon, hogy a fűtése gazdaságos legyen, és hogy elég legyen a levegő bent. Magasra építették a mennyezetet, ám a berendezés miatt a meleg is felfelé száll. Így hát, amíg nem fűtöm ki a tetőteret, akkor feleslegesen fűtöttem. A szponzori támogatásokról a színjátszók és a néptáncosok lemondtak, már nem lesz új ruhákra, sem a versenyek úti költségére, de ha nem lesz hol próbálniuk, mindezek feleslegessé is válnak. A Matica igazgatója és alkalmazottja annak ellenére, hogy ez egyetlen bevételük, az adósság rendezése érdekében hajlandóak még a bérükről is lemondani. Így a ráfizetés egy része már rendezve van, de még így is maradt több mint 4000 euró tartozás, s bár a Matica székházának megnevezése egy nemzetiséget akar, már régen nem csak a szlovák nemzetiségűeké. Ez a mi komáromi kultúránk háza, segítsünk hát megmenteni.